A résztvevők tesztet töltöttek ki, majd az alapiskolások prezentációt, a középiskolások pedig szónoki beszédet tartottak. A Kiskinga pedagógus által szervezett verseny célja többek között a fiatalok komplex ökológiai szemléletének kialakítása és a fenntartható fejlődés iránt elkötelezett generáció nevelése. Hulladékgazdálkodás, ruhatár ökologizálása, környezetbarát tisztítószerek. Ezek a témák is terítékre kerültek. Sokkal felkészültebben érkeztek erre a versenyre, nagyon összeszedett gondolatokat fogalmaztak meg azokról a metódusokról, amiket prezentáltak, illetve lehet látni, hogy nagyon hasznos dolgokra is ki lehet használni azt a mértéktelen tudást, amit az internet rejt, tehát nagyon szélesrétű információkkal rendelkeznek az adott témakörben. A középiskolások kategóriájában a zsűrinek Tamás Gabriella szónoki beszéde tetszett a legjobban, így ő lett a győztes. Nem muszáj nagy dolgokat tennünk, elég, hogyha csak a kisebb dolgokat is megtesszük, mint például, hogy szelektálunk, spórolunk az energiával. Én sokat tanultam belőle, hogy milyen fontos is tényleg, hogy még a legkisebb dolgokat is át tudjuk gondolni. A verseny után szakemberek előadásai hangzottak el a genotoxikológiáról és az ökotoxikológiáról, a biológiai harcosokról, a környezeti válságkoráról, a fenntartható városfejlődés földrajzi kihívásairól, valamint a húsmentes étkezés környezeti hatásairól.